A jelenlegi, nem tudom, életfelfogásom szerint ennél a milliónél, ami itt van, egyszerűen jobb horgász környezetet, mást, sokkal jobbat el nem tudok képzelni. Azt hiszem, hogy ennél természet közelibb szituáció nem sok van. Persze vannak nagy folyóvizeink, vannak hatalmas állóvizeink, tavaink, de mégis ami miatt ez nagyon közel áll ez a szituáció hozzám, az ugye egy regény, amit nagyon sokan ismernek, Fekete István ifjúsági regénye a Tüskevár, ami egy nagyon-nagyon hasonló szituációban játszódik, íródott, és azok az apró kis történelmi elemek, azok a kis apró mozzanatok, azok itt mind-mind fellelhetők, és amit a sorok által olvasva éltem én át, hát nagyon remélem, hogy valami hasonlót fogok tudni személyesen itt a sás, a nádrengeteg közepén én is megélni. Az első felszerelésemre most így emlékszek, mintha most itt a kezemben lenne, egy tárlóorsó, egy rövid, talán 1,80-as ilyen akkori hokéboltokba kapható kis pecabot. Olyan boldogan vittem haza, egyetlen egy bolt volt a környéken, ilyen horgászbolt. Most is érzem azt a boldogságot, amikor vittem haza a botot, felszereltem, kis tárlóorsóra, azt hiszem technőzsinór, de ez lényegtelen, pici úszó, és hát egy kis paprikás kenyeret meggyúrtam otthon. Utána nekem egy nagyon gyönyörű bodorkát sikerült kifognom. Hát elárulom, hogy azt megfogtam, én rohantam haza a szüleimhez ezzel a hallal. Olyan boldog voltam, hogy ez a szép valami hihetetlen egyébként. Én azt vallom egyébként, hogy a horgászatnak megvan a maga evolúciója, legalábbis ahogy az ember átmegy életében egy ilyen jellemfejlődésen, az a horgászatra is igaz, legalábbis az ember saját horgászatára. Emlékszem, amikor az első halat megfogtam életemben horgászbottal a kezemben, egy aprócska kis vörösszárnyú keszeg volt, a csali természetesen egy kis kenyérgyurma, hogy micsoda öröm volt az, és hogy persze mekkora véletlen. Emlékszem, hogy a kölcsönkapott felszerelés gyakorlatilag az úszó az így táncolt a víz felszínén, még magát a kapást sem lehetett látni, csak egyszer, amikor elmerült az úszó bóbitája a vízfelszín alá, és akkor tudatosult mindenkiben, aki körülöttem volt, édesapám, édesanyám, hogy valami akció lesz. Na, ahhoz képest, hogy ez a vörös szárnyú keszeget megfogtam, azóta már tudom, vagy legalábbis sejtem, hogy egy-egy szituációban hogyan lehet tudatosan halat fogni, persze ez nem mindig sikerül, de mégis van egyfajta fejlődés, amin az ember átmegy. Én a magam részéről nagyon-nagyon tisztelem az ősök, az elődöknek a tudását, amiből végül is a mai horgásztudásunk épült, és bármennyire is vannak hipermodern felszereléseink, amik megkönnyítik a horgászatot, mégis azok az elemek, azok a taktikai húzások, azok a apróságok, azok mind-mind az ősöktől eredeznek, az ő megfigyeléseikre rakódott rá az újabb és újabb korok megfigyelése, tapasztalata, és ez alapján váltunk, vagy válhatunk egyre eredményesebb horgásszá. Igazából ugyanazt keresem, mint az igazi Tüskevár volt. Nem azt keresem, hogy most itt minden áron fogjunk halat, egy olyan környezetbe legyünk, ahol az összes város zaja, meg minden ki legyen kapcsolva körülöttünk, és igazából érezzük jól magunkat, jókat beszélgessünk, jókat együnk, esetleg jókat horgásszunk. Ha fogunk halat, az már csak a savaborsa az egésznek. Szabi, hol van?
Hát, Szavikám, ez szerintem nincsen 30 centi. Ne is mérjük, fogunk még másikat, úgy gondolom. Engedjük vissza. Kicsit úgy érzem magam, mint az a gyerek, aki hát túl sok indiános filmet nézett, és azt hiszi, hogy ha fölül a ló hátára, akkor már tud is lovagolni. Viszont annyira piszkálja a fantáziám itt ez a csónakból történő horgászat, pláne a nagy elődök az ősök előtt tisztelegve, hogy ezt a dolgot nem szeretném kihagyni. Kicsit lejjebb már figyelem az eseményeket, és több alkalommal megetettem egy ilyen, hát egyszerű magmixel azt a pályát. Szóval már kifigyeltem magamnak egy részt, és nem mese pontyot szeretnék fogni, mégpedig egy nagyon régi klasszikussal, de ezt a klasszikust mégis valahol szeretném ötvözni az újdonsággal. Ha már az ősökről beszéltünk, akkor itt van egy öreg üvegbot a maga egyszerűségében, aztán itt van egy tárolóorsó, rajta jó erős zsinór, és egy multikorol antennás úszó, ami viszont már az új idők szelét mutatja, ami hát ránézésre nem túl speciális, egy 3 grammos úszóról van szó, amit csúszóra szereltem, és egyszerű 3 grammos ólommal rátéve, egy apró pici söréttel még megütköztetve. Az úszónak viszont van egy érdekes tulajdonsága, hogyha véletlenül rámesteledne, akkor az úszó antennáját letekerve van benne egy elem, amit hogyha aktiválok, akkor az egész úszónak a szára világítani fog. Hát nem tudom, hogy ezt most megvárom-e, de az biztos, hogy óvatosan ráereszkedve a pályára, megszórom még egyszer ezzel a maradék maggal, meg egy kevés csemege kukoricával, és síri csöndben megpróbálom kivárni a kapást, remélem, hogy lesz elég türelmem hozzá. Volt egy időszak, mikor úgy elkezdtem hajszolni azt, hogy minél nagyobbat halat fogjak, minél szebb halat fogjak. Aztán ahogy jöttek az eredmények, úgy egyre jobban rájöttem, hogy nem is igazán ezt keresem a horgászatban. Nem ez kell nekem a horgászatban, hogy én ücsekedjek egy nagy hallal. Sokkal inkább maga az élmény, hogy kint vagyunk a vízparton, most is fúj ez a friss szellő, csicseregnek a madarak, tehát manapság már, hogyha nem fogok halat, akkor is úgy megyek haza, hogy ez egy nagyon jó horgászat volt. Maga a horgászat szó a lényeget szerintem, nem a halfogás a lényeg számomra manapság már, és szerintem nagyon sokaknak ezt kellene keresni a horgászatba, nem a halfogást, hanem a horgászatot. Hát nem erre számítottam. Mi csapódott be a kis csonti csokornak? Hát gyere ide szépen! A vízbe hulló csonti csokorra egy balinkölyök vágott oda. Gyere szépen! Mehetünk halászlár készíteni.
Itt vagy, Szabolcs? Ja, itt vagy. Ha már megfogtuk ezt a mennyiségű halat, ami jó egy halászlének, van itt egy speciális állvány, amit el akartam készíteni, de mivel itt van kézni, szerinted mire való ez? Hát ez lesz a bogrács állvány. Ez lesz a bogrács állvány. Na ezt nézd meg. Elég rozoga. Nem. De így rozogának néz ki. Az a lényeg, hogy a közepének szépen be kell állítanunk. Így. Ezt kell belőni, hogy ott ez legyen a tűz közepe. És hogyha ezt így megfogod, talán még minket is elbírna. Na és akkor jön a bogrács. Meg egy speciális segédeszköz. Na ez fog meg ezt a bográcsot. A jó halászlének az az egyik titka, hogy olyan edénybe főzzük, ami tartja a hőt. Nem csak a hőnek, nekem is tartani kell. Ez van. Így van. Ez rozsdamentes egyébként, ez a bogrács. És hát mivel vastag a fala, így sok jó tartja a hőt, és akkor folyamatos a hőmérséklet a halászlevünknek, a főlőlevünknek. Ja, na, akkor én a hőmérséklethez meg szedek fát, jó? Jó, szedj, én meg addig elkészítem ezt az állványt. Jó. Nagyon-nagyon fontos egy jó éles kés, illetve esetleg egy jó olló a csontokat elvágni. Hát annélkül nem bírjuk ezeket a munkálatokat elvégezni. Ennek a késnek annyira élesnek kell lenni, hogy én inkább a fokával szoktam a pikkelyt leszedni, mert egyszerűen belevágok, olyan élesek ezek a kések. Na most mit csinálsz? Fogadjunk, hát, a keserű fogát fogod kivágni. Hát majd azt igen, meg a szilványokat. De ez a keserű fog, ez egy érdekes kérdés egyébként. Ez egy nagy kamu szerintem. Nem tudom, én még nem hallottam olyat, hogy azt mondta volna valaki, hogy a keserű fog benne maradt és keserű lett a halászlé. De olyat már hallottam, hogy nem tudom, a paprika volt C-kategóriás és attól. Na ez sokkal fontosabb szerintem, mint a keserű fog. Nekem volt, hogy benne felejtettem. És nem lett rossz. És nem vettem észre, hogy hú, benne maradt a keserű fog, és hogy milyen keserű lett. Na mindegy, most kiveszem. Aztán Béla, van még egy ősi mondás, ahol a füst, ott a tűz is. Ha megvan az ötelemünk a bográcsba, mi az ötelem? Hal, víz, só, hagyma, meg majd a paprika. Ezen kívül még egy nagyon fontos dolgunk van, mégpedig a tűz, annak nagyon jó kell légnie. Akkor most erre legyen gondunk, hogy mindig forjon ez a halászlény, milyen csak felfor, állandóan zubogjon. Akkor bőven lehet. Hagyjad neki! Elkészült a
Ami mai fogás, meg minden. És tésztával? Tésztával. Egy szögedi embernek? Hát... De a tésztát hogy kell? Szögediként nem tudom, utólag vagy előre? Ahogy jó esik, szedj egy kis tésztát, szedsz rá levet. De emellé azért kenyeret lehet enni? Nem kell. Hát szögediként. Igen, mert szögediként megvan neked szokva, hogy halászlé plusz kenyér. Itt most halászlé plusz gyufa tészta. Hát már amennyire egy ilyen műanyag edényben szépen ki lehetett tálalni, bezzeg magának szarvasbogár jutott, ugye? Igen. De szép színe van. Hát gyorsan meg is kóstolom. Na kóstold meg és nyilatkozzál róla, hogy mi a véleményed. Na nézzük akkor ezt a halat. Amit itt a beregbe sikerült elejteni. Így van. Mi horgunk végén. Mi pucoltuk. És mi is esszük meg, miután megfőztük. Tudod, mit jutott eszembe? Milyen jó itt Matula bácsi? Jó. Jó. Annak, aki szereti. Jó. Annak jó. Ebben a különleges millióban nagyon sok dolog feltűnt számomra. Tényleg ott hagytuk a nagyváros, vagy hát én falun élek, de annak a zaját. És ami nekem számomra nagyon-nagyon feltűnt itt, hogy otthon nagyon-nagyon sok szemetet hagyunk magunk után. Itt próbáltunk úgy élni, meg úgy tenni, ahogy úgymond ez a őseink tették. És hát nekem feltűnt az, hogy szerintem nulla szeméttel el tudnánk lenni. Persze megvan az igény rá, hogy szépen be legyen csomagolva a dolog, de ez egy nagyon érdekes és elgondolkodtató dolog volt. Nézzük meg ezt a kocsonyát, Szabolcs! Van némi hagymakarika. Nyilván vágtam. Aztán kóstolj. El kellett telnie néhány órának, amíg úgy lenyugodtam. Egyfolytában kerestem valamit, majd igazából nem találtam, de amikor úgy hagytam kiüresedni a fejemet, akkor megérintett az a dolog, amiért én most idejöttem. Ha gyűltem a csónakban ott órákig, és közhely, hogy a horgászat szép hal nélkül is, de hát az igazi élmény mégiscsak az, amikor az úszó eltűnik. Amikor a felszín alá merül, aztán a mélaság után egyszer csak a horgász megemeli a botot, és ott van a kontaktus, ott van a hallal. És nem egy aprócska vörös szárnyú keszeg, nem egy törpeharcsa, nem egy kis karika keszeg, hanem valami más küzdött a zsinór végén. Felemelő érzés volt. Ott ültem a nádfal alatt, és egyszer csak éreztem, hogy amit fogok a kezemben bot, annak a súlya egy jobb hal miatt nehezedik a kezemre. Aztán, amikor megláttam a felszínre felbukkanni azt a piros szemet, azt a csodálatosan zöld testet, akkor igazán elaléltem. Fogtam már sokszor halat, fogtam már szép pontyokat, fogtam már compót is. De ilyet, és úgy, ahogy, és itt, olyat még sohasem. We'll be right back.
Fontos tanulságokat szűrtem le az itt töltött idő alatt, és pont talán az idő az, amivel leginkább tudjuk tisztelni a természetet, és azzal az idővel, ami eltelt már mögöttünk, és eltelt a horgászat felfedezése, fejlődése óta, azzal az idővel tisztelegjünk az ősök előtt.